hegedű az tulajdonképpen egy rezonátor doboz, ami a hú rezgését erősíti fel, mert a hú rezgése a levegőben elnyelődne, tehát nem jutna el a fülünkig. A hegedű húrja egy lábon van alátámasztva, tehát miközben a húr a vonóval rezeg, tehát a vonó az egy ilyen kényszerrezgést ad a húrnak, ez a rezgés a láb segítségével közvetítődik a tetőre. Eloszlik a tetőn. A tetőben belülről van enyvezve egy gerenda, és egy kis fahenger az úgynevezett lélek segítségével ez a rezgés áttevődik a második rezonátorra, ami a hangszernek a háta. Tehát ez a két rezonátorlap adja azt a rezgést, amit mi aztán a fülünkkel képesek vagyunk érzékelni. Az egész hegedű úgy van megkonstruálva, hogy a lehető legnagyobb hatásfokkal érvényesüljön ez a rezgés. És tulajdonképpen az összes rokon hangszer, sőt minden hangszert egybevéve, a hegedű a legtökéletesebb rezonátor, ami egy hosszú évszázados fejlődés, több évszázados fejlődés eredménye. Olyan, mint egy hangszóró, és nagyjából azoknak a fizikai törvényeknek felel meg, mint egy jó hangszóró membrán. Az a különbség, hogy a felhasznált anyag teljesen más, tehát nem műanyag, nem kevlár, nem papír, hanem fa. És ezért a fának a fizikai törvényszerűségeit vesszük figyelembe, a szálirányt, a sűrűséget, a tömeget és a rezgőképességet. És a lakkal is ezt a rezgőképességet befolyásoljuk. Az igazi jó hegedűlak az olyan, mint a bőr. Tehát jelen van rajtunk, de nem érzékeljük, hogy ott van, de ugyanakkor mégis megvéd minket mindentől. A jó hegedűlak ugyanezt.